Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzük meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Parádés gólokkal verte a Cigándot a Kisvárda Mastergood. Több rutinos játékossal erősített a Sunshine Nyikse. 17 év szünet után szerepelnek újra az NB1-ben a kisvárdai kézisek. Az élmezőnyben szeretne végezni az NB2-ben a Kölcsei díjese. Kenuzásra biztatja a fiatalokat a 9-szeres világbajnok Vikman Tamás. Győzött és fellépett a tabella második helyére a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese az NB2 9. fordulójában a Cigándot verte 3-0-ra. Nagyon nehéz neki menni egy mérkőzésnek, amikor tudjuk, hogy mindenképpen meg kell nyerni. Ennek azért mi más szemmel, illetve más gondolatokkal vágtunk neki. Azok a játékosok, akik most pályára léptek kezdőként az első ötös gondolok a támadókra, azok nagyon föl voltak spanolva, frissek voltak, nagyon lendületesek voltak, és teljesen ellehetetlenítették a Cigánnak a játékát. Rengeteget pressingeltünk, labdákat szereztünk, ebből szép gólt is rúgtunk. És úgy gondolom, hogy az első vagy a második percben az Olának a 100%-os zicsere bemegy, talán még könnyebb lett volna a mérkőzés, viszont ezt követően is tettük a dolgunkat. Én úgy érzem, hogy lendületesen jól játszottunk, habár a védelemben volt néhány olyan lassabb megmozdulás, ami a fáradtság miatt érthető volt, és nem tudtunk olyan gyorsan oldalakat váltani. Én azt gondolom, hogy az első fél időben semmi esélyt nem adtunk az ellenfélnek, a másodikban pedig a 2-0-ás vezetésünk után mélyebben visszaálltunk, és próbáltunk a pálya középső tér felé már nem elől-fölül pressingelve labdát szerezni, hanem a saját térfelünkről egy mélységi kontrákat indítani. Erre hoztuk be a Gosztonyit is. Sajnálom, hogy ebben a már fél időben csak egy gólt szereztünk, azt is az Erős Gabinak az egyéni képessége hozta. Nem tudtuk végigjátszani, illetve amikor végigjátszottuk, az utolsó pillanatban rossz döntéseket hoztunk, nem tudtunk gólokat szerezni. Akkor kellett volna még 4-5 gólt szerezni, sokkal korábban megnyugtatott, illetve egy nagyobb különbségű sikert is arathatunk volna. Ezen kell változtatnunk a közeljövőben. Jelente az valamilyen nyomás, hogy azért most már folyamatosan ott van az élmezőnyben a csapat, és tudjátok, hogy ott akartok maradni, hogy győzni kell? Az eredménykényszer minket nem nyom, mert a mi játékunk alapból, ugye tavaly legtöbb gólt szereztük, most is a támadó játékot részesít, mi kell nekünk ki kell szolgálni a szurkolókat, nincs ez semmi baj. Az, hogy ott vagyunk, az természetesen egy örömteli dolog. Nekünk nem kell feljutni, mindenki azt hangoztatja, hogy Kisvárda a feljutást üzte ki célhoz, ez egy baromság. Szó sincs erről, mi szeretnénk futballozni, mi szeretnénk jól érezni magunkat, mi szeretnénk élvezni ezt az egészet minden tekintetében. A körítéssel, a pályán töltött idővel, illetve a kettő bajnoki mérkőzés közötti időt, az edzéseket is szeretnénk boldogan eltölteni, és mi ennek szellemében is játszunk, és úgy érzem, hogy látszik is a játékunkban. Az én filozófiám teljesen más, én nem fogok görcsölni, nem fogok majd beállni, és akkor majd találunk egy gólt, hogy 0-0, ez nem érdekel minket. Teljesen más. Tavaly is az volt az NB3-ban, azelőtt is az volt, amikor kiestünk az NB2-ből, ezzel nem fogunk változtatni, ezt szeretik a kisváraiak, ezt várják el tőlünk, mi ennek meg is fogunk felelni. Vasárnap idegenbeli bajnoki, aztán szerdán idegenbeli kupa, és majd megint hazai bajnoki vasárnap, meglehetősen sűrű a program. Hogy futtok neki ennek az előttünk álló három meccsnek? Azt mondtam most, hogy nekünk a bajnokság most indult el Szegeden. Teljes keretünk most alakult ki, véglegessé vált, ugye, a három igazolással, és olyan normális játékosokat hoztunk, akik a kezdőbe bármikor berakhatók, ezáltal jelentős versenyhelyzet teremtődött a csapaton belül, illetve azokra posztokra sikerült még igazolnunk, ahol kevesebben voltunk. És most megvolt a frissítésnek az előnye, láttuk. A korábbiaknál nem volt meg. Most az első öt játékos úgy sprintelt, úgy ment, esélyt nem adott a Cigánnak. Minden akciót letámadtunk, egyetlen egyszer nem tudtak, és még a labdaszerzésből szép gólt is tudtunk szerezni. Tehát tulajdonképpen a hátralévő néhány mérkőzésre megvan a lehetőségünk a váltásra. Talán mondhatom, hogy a védelmünkben ott az izingés és a verves sérülése okozott egy pici fáradtságot, de a következő mérkőzésre már ők is kész vannak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bárhol megyünk, mi már a győzelmi szándékot azt föltesszük, és a buszra is azzal fogunk utazni. Ezek az utazások most egy picit azért természetesen éreztetik a hatásukat, de úgy fogunk most menni, hogy a fél csapat itt hol marad. Még a cserekket se fogjuk elvinni, elmenjünk három cserével, amit tudunk, hogy meg fogjuk lépni, és a többiek pedig pihenjenek. Legutóbb ugye nem jöttünk ki ezekből, most már mindenképpen többet szerezünk, meg két győzelem, az 6 pont, legutóbb 4-et tudtunk szerezni a három meccsekből, tehát ebből már többek vagyunk. Csákvárra mindenképpen szeretnénk győzelmi esélye föllépni, oda újfent kellenek a változtatások, meg is fogjuk természetesen ezt tenni. Majd azt követően kedden indulunk, hazajövünk Csákváról, vasárnap hétfő hajnalba, majd kedden indulunk vissza Hódmezővásárhelyre. Tehát valóban nem könnyű, de megvan a keretünk.
akik játszanak Csákváron, nem játszanak Hódmezővásárhelyen, maradsz követően jön a Vác. Mind a két bajnoki mérkőzést szeretnénk megjelenni, és természetesen a kupában is szeretnénk tovább jutni. A mérkőzés hajrájára álltál, és egy parádés góllal biztosítottad be a csapat győzelmét. Milyen érzésekkel lép ilyen pályára egy játékos, aki azért általában az egész meccset a pályán tölti? Igazából ugyanaz az érzés, teljesen mindegy, hogy most kezdőként kell pályára lépni, vagy csereként. Mindenki úgy gondolom, hogy ezt teszi, beáll, és ha kell, akkor segít a csapatnak. Úgyhogy most így jött, tehát volt egy kicsi fordulat benne, úgy volt, hogy nem is én állok benne, aztán mégis én álltam be. Teljesen mindegy igazából, az a lényeg, hogy még egyszer mondom, hogy amennyi idő jut, annyival kell segíteni a csapatnak. Az elmúlt szezonban 19 gólt rúgtál, ebben a szezonban a legutóbbi fordulóban szerezted meg az első gólodat, átszakadt valami kisgát? Nagyon bízom benne, de már többször említettem, hogy nem az a fontos elsősorban, hogy kiszerzi a gólt. Én úgy gondolom, hogy rendkívül erős keretünk van, és mint ez megmutatkozott ma is, rengeteg olyan játékosunk van, aki képes gólt szerezni. Idáig sajnos nekem nem ment, szerencsére az utolsó két fordulóban már betaláltam, reméljük, hogy azért marad még a folytatásra is. Milyen ez a szerda-vasárnap ritmus, most már ugye jönnek a kupa meccsek is, de sok meccs, sok utazás, hogy bírjátok, hogy lehet frissen tartani magatokat? Én azt gondolom, hogy borzasztóan nehéz, és ahogy említetted, a legrosszabb talán az egészben az, hogy iszonyatosan sokat kell utazni. És általában ugye kétnapos túrákra szoktunk elmenni, és hiába van az, hogy tényleg a klubnak van olyan lehetősége, hogy el tudunk menni akár egy nap előtte is, azért a visszautak, és így kevesebb idő jut a regenerálásra, úgyhogy ez nagyon nehéz. Most megint egy olyan csapatot kaptunk meg, aki ugye Szeged mellett van, a Hódmezővásárhely, újra egy hatalmas nagy utazás, hétvégén Csákvárra megyünk, nagyon nehéz, de mindent megpróbálunk, és természetesen a technikai személyzet, ha mondhatom így, akkor megtesznek mindent azért, hogy minél hamarabb tudjunk regenerálódni. Érvényesült a papírforma, a harmadik helyezett csapat megvert a 20. helyen álló, de azt hiszem a Cigánynak nem kell szégyenkezni a mutatott játékért. Kaptak-e valami váratlant a mérkőzéstől? Váratlan az volt, hogy az első fél időben nem úgy gondoltunk, hogy úgy fogunk játszani. Azt, amit sajnos a játékosok nem tudom, féltek játszani, vártak, hogy kivárnak valami 0-0-t, és utána elkezdünk focizni. Nem tudtuk megtartani a labdát, és így nem lehet gólt elérni. A második fél idő elején több helyzete volt a csapatának. Számított-e arra esetleg, hogy szorossá lehet tenni a meccs végét? Megmondom őszintén, hogy bíztam abba, hogyha eltalálunk egy gólt, akkor lehet, hogy még lehet valamit változni. Pontosan amikor kaptunk a harmadik gólt, szóltam a padra, hogy cserélünk és átmegyünk három védekezőre játszani, sajnos már késő volt. Több rutinos játékossal erősített a Sunshine Nyikse. A második NB2-es szezonjára készülő kosárlabda csapat továbbra is Kovács Tibor irányításával készül. A tavalyi évi szereplésünk az elég vonzó volt mindazoknak, akik idejöttek mondjuk tovább tanulni a megyéből, vagy azok, akik korábban kosárlabdáztak az NB2-es csapatnak, tagjai voltak még a nagykálói NB2-es csapatnak. Tehát sok olyan ember visszatért a pályára, akik esetleg eddig csak az elmúlt egy-két évben hobbi szinten kosaraztak, vagy kisebb csapatokban próbálkoztak. De hát volt olyan, akit például másik NB2-es csapatból igazoltunk vissza, azért, mert eleve nyíregyházi, és természetesen korábban is itt játszott, tehát szeretnénk, hogyha visszatérne. Nyilván nyíregyháziakkal vagyunk elsősorban tele, illetve egy-két megye más pontjáról érkező kosárlabdázóval. Én is úgy gondolom, hogy most egy igen erős csapatot sikerült összeállítani. Reméljük, hogy ez majd az eredményekben is megmutatkozik. Nem csak csapatot, klubot és arcolatot is kell lépni, utánpótlással minden együtt mennyire nehéz? Nagyon nehéz, hiszen most már az NB2 TAU-ból történő finanszírozása szinte teljesen megszűnik, legalábbis egyenlőre, és ezért az utánpótlás csapatok azok, amelyek a TAU támogatás leívható. Eddig is voltak utánpótlás csapataink a megyei bajnokságokban indultak, ez most is így lesz, most azonban bővítenénk, hiszen átkerül hozzánk egy-két kezdő csapat, például az elkiskolában működik,
működő egyik kezdő első-másodikos csapat is, úgyhogy elkezdünk egy ilyen tudatos utánpótlás építést, bízom benne, hogy siker rá, és ennek néhány éven belül olyan látszatja lesz, hogy nem más csapatokból, más egyesületektől kell áthúznunk már játékosokat az NB2-be vagy a megyei bajnokságba, hanem adott esetben saját egyesületünk utánpótlás keretéből is. Második idényére készül a Nyíksi együttes, sőt beugróként szerepet kaptok ezen a nyíregyházi felkészülési tornán is. Mikor kezdtétek a felkészülést, mennyire alakul a csapat? Ha összességében mondhatom, még most vagyunk alakuló félben. Augusztus elejétől elkezdtük a felkészülést, de elsősorban fiatalokkal. Azt a terv, hogy szeretnénk megerősíteni a csapatunkat, és remélhetőleg jobb helyezést elérni, mint a tavalyi szezonban, az úgy tűnik ki a reális célkitűzés lehet, ami abból kifolyólag, hogy napokban azért elég sok változás történt az egyesületünknél, a játékos állományban, és lényegében szinte ez az első olyan közös mozgás, amikor az egész csapat, közel egész csapat itt van. Érkeztek olyan játékosok, akik azért már játszottak magasabb szinten is, és rutinosnak mondhatók, kik ők? Farkasinszki Gabi a legújabb érkezőnk, azért ők magasabb szinten, és azért szerintem kosaros berkekben mindenhol ismerik a játékák, ő nagy erősítésünk lesz. Asztalos István, ő még jelenleg munkai elfoglalásság miatt nincs itt, de ő is azért NB1-es szinten már játszott csapatban. Horváth Bence sérülés miatt jelenleg szintén még távol van a csapatunktól. Fiatalok közül Zajász Krisztián, Sveda, Tomi, Nyíri Peti, Pollák, Nándi érkezett, Balog Andris, aki ide került Nyíregyházára, főiskolára, illetve egyetemre, ő régebbi ismeretség alapján szintén nálunk kezdte el, ő is nagy erősítés lesz, illetve Hajdú Hatházról egyetemistaként hozzánk kapcsolódott be Földesi Norbi is. Úgyhogy elég sok új játékosunk van, nem is baj, mert a tavalyi csapatunkból többen végeztek a középiskolában egyetemi tanulmányaikat Budapesten, illetve nem Nyíregyházán folytatják, és örülünk, hogy ők hozzánk csatlakoztak. Most már nem lesz ismeretlen a mezőny, hová lehet pozícionálni ezt az átalakult nyíregyházi csapatot szerinted? Részben még ismeretlen, mert lesznek új csapatok, új törekvések. Tavaly az első 8-ban végeztünk. Most a első 6, de inkább az első 4 bekerülés reális célként, és ott meglátjuk. Titkos vágyam, amit csapat előtt még nem igazán dobogóra szeretnénk kerülni. Nyíregyházi nevelési játékos vagy, legutóbb viszont 7 éve, 20 évesen játszottál Nyíregyházán, egészen eddig, most az NB2-es Nyíregyházi csapatához igazoltál, hogyan kerültél vissza? Hát igen, eddig nem igazán voltak meg ezek a lehetőségek, hogy Nyíregyházán nagyon sokáig nem volt NB2-es csapat se, csak a Nagy Káló szerepelt NB2-ben, majd NB1-ben éveken keresztül, majd ismét NB2-ben. Most úgy adódott, hogy megkeresett a Nyíregyházi csapata is, Balog Bélák megkerestek, gondoltuk, hogy ha már megvan ez a lehetőség, akkor valamilyen szinten visszacsöppenni ebbe a nyíregyházi kosárlabdába, valamilyen szinten segíteni ugye náluk az utánpótlás játékosoknak a beépítését ebbe a csapatba, mint rutinos játékos, aki azért elég sok időt eltöltött már itt. A legutóbbi szezonban Hajdú Hatházon játszottál, de amatőr szinten ugye mellette ellenőrléti edzőként dolgozol a korosztályos válogatottaknál és a nyíregyházi kosársulinál. Milyen teljesítményt tudsz ígérni? Igyekszem minden jobb teljesítményt ígérni. Szerencsére a tavalyi szezonom is elég jól sikerült. Reménykedek benne, hogy idén is sikerülni fog, bár remélhetőleg ez a szezon nem rólam szól, hanem sokkal inkább az itt lévő fiatal játékosokról, és arra, hogy ők komolyabb szinten tudnak itt valamit előrelépni. Szurkoló ankétum mutatták be a kisvárdai női kézilabda csapat szakmai stábját és játékosait a drukkereknek. A KKC 17 év szünet után szerepel ismét az NB1-ben. Kicsit izgalommal várom ezt a bajnoki szezont, most már dolgoztunk épp eleget, és azért is várom izgalommal, hogy nézzük meg, hogy milyen jó kis összetételű csapatot sikerült igazolnunk, mert hogy későn derült ki az, hogy feljut a csapat az NB1-be, és azért nem volt egyszerű megerősíteni ezt a csapatot, már pedig az a célunk, hogy hát nem csak tisztesen helytállni, hanem ha lehet, akkor a legjobb eredményt elérni ebbe az új szezonban. Elég sok helyről érkeztek a játékosok, kezdte már csapattá Kovács Lódi társaság a pályán és az öltözőben egyaránt. Úgy látom, hogy Kovács Péter jó munkát végez segítőjével, Déményi Jánossal, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hogy egy minél jobb védekezést rakjanak össze így elsőre, mert hogy ez az alapja a jó eredménynek. Azon belül a közösség, én úgy látom, hogy a közösségen belül jó a hangulat, attól függetlenül, hogy sok nyelvet beszélnek a lányok, azért a magyar és az angol az, ami közös nyelv
sikernek mondható. Igyekszünk közös programokat szervezni, pontosan azért, hogy minél jobban összekovácsolódjanak, és a pályán is minél jobban megértsék egymást a játék. Egyébként a feltételek mennyire adottak a megfelelő munkához? Minden feltétel adott. Most azt figyelmen kívül hagyjuk, hogy itt a csarnokot bővítettük, átépítettük, tehát ebben volt egy kis nehézség, de minden feltétel adott volt ahhoz, hogy jól fel tudjunk készülni az új szezonra, és én nagyon bizakodó vagyok, hogy nagyon tisztességesen helyt fogunk állni ebben a bajnokságban. Eddig 82 edzés és 15 felkészülési meccsel a háta mögött várja a bajnoki rajtot a kisvárdai KC. Mennyire vagy elégedett az eddig tapasztalatokkal? Nagyon becsületesen, nagyon jól dolgoztak a lányok, és a nagyon komoly orvosi vizsgát is ezt támasztotta alá. Tehát a csapat, hogy úgy mondjam, fizikálisan készen van, kész a bajnokságra. Persze abban még senki nem szerzett nagyobb dicsőséget, hogy csak fizikálisan volt készen. Taktikailag, technikailag is elég sokat próbáltunk gyakorolni. De ez nem azt jelenti, hogy most, hogy elkezdjük a bajnokságot, befejeztük a felkészülést, és egész évig tartani fog. Tehát én úgy gondolom, egész éve fejlődni fog a csapat, mint taktikailag, mint a kézilabdázás egyéb szegmenseibe is. Küzdő nem mérkőzést, feladó játékosokat szeretnének vágni a szezonnak, ezek nagyon fontos dolgok. Nem engedhetjük meg magunknak ezt már, a következő meccsek is, tehát el lehet egy mérkőzést veszíteni, mert ha jobb az ellenfél, de minden meg kell próbálnunk annak érdekében, hogy megnyerjük a mérkőzést, ha nem, akkor erről szól a sport, a végén gratulálnunk kell. Ezt nagyon nem szívesen tenném meg egyik meccsen sem. A Győr ellen kezdve a csapat a bajnokságot, ha minden igazán minden egy elfelt, mennyire várják a szurkolók a kézilabda meccseket? Hát szerintem nagyon, és mi is nagyon várjuk a teltházas mérkőzéseket. Úgy gondolom, hát több mint két hónapja kezdtük meg a felkészülést, most már valójában nagyon fontos legyen, hogy jöjjenek azok a mérkőzések, ahol igazából kérdezik, hogy mire képes a csapat. Milyen bajnokságra lehet egyébként számítani? Ugye most az előző évi 12-vel szemben 14 csapatos lesz az NB1. Nagyon erős bajnokságra lehet számítani, hiszen minden csapat erősített, és tavaly sem voltak gyengék, és hát nem véletlenül nevezzük úgy, hogy a magyar bajnokság a világon a legerősebb, és a szemben van igazság is. A hétvégén rajtol a bajnokság a női kézilabda NB2-ben. Szabolcs-Szatmár Bereg megyét, a Mátészalkai MTK, a Vitkese és a Kölcsédi Ese képviseli. Egy csodálatos negyedszázad után kezdünk egy új negyedszázadot, ki tudja, mi lesz a vége. Alapvetően a szokásos metódus szerint augusztus elején kezdtük a felkészülést edzésekkel, aztán bentlakásos napi 3 edzést tartalmazó edzőtáborral, rengeteg munkával. Aztán következtek felkészülési mérkőzések, és hát lassan elérkezik a bajnoki nyitány. Hétvégén szombaton Mezőkeresztesen lépünk pályára. Milyenek a tapasztalatok a felkészülési meccsek és az edzések alapján? Egyelőre képlékeny a társaság, alakulóba vagyunk. Sok változás történt, elment a két kapusom a felnőtt csapatból, tehát ott lesz egy 14 és egy 15 éves kislány a kapuban, akik egyébként nagyon tehetségesek. A két kezdőszélsőnk is elment, Szabóval abba hagyta a játékot, tehát ezek meghatározó emberek távoztak tőlünk, ugyanakkor viszont érkeztek tehetséges 13-14 éves gyerekek, 7-8-an, ők nagyon ügyesek, de nyilván nekik még idő kell, viszont a tavalyi csapatból megmaradt játékosok egyrészt nagy elánnal készülnek, másrészt pedig morálisan egy nagyon erős társaság, akik nagyon szeretnek edzeni, nagyon szeretik a kézilabdát, és hát bizonyítottuk már, hogy minden nehézség mellett is tudunk jól játszani. A nehézségekből egyébként hozzáteszem most is van, mert betegségek, sérülések, munkahelyi tanulmányi elfoglaltságok miatt maradtak ki edzések, de én úgy gondolom, hogy hétvégén jók leszünk. Mennyiben lesz más a mezőny, mint az elmúlt szezonban? Elég nagy változás történt, részint több a csapatok száma is. Itt van az NB1B-s tavalyi debreceni társaság, akik NB1B-ben most nem indulnak. Vannak újoncok, akik ellen éppen Mezőkeresztesen kezdünk is hétvégén, és hát ezek az újoncok mindig sötét lovak. Megnéztem a mezőkeresztesi keretet, és hát NB1B és kettős játékengedélyes játékosuk is van a Egri, illetve a Hajdunánási csapatból, nem is akármilyen játékosok, akik tavaly 160-170 gólt lőttek az idényben, tehát nem lesz egy könnyű mérkőzés, és hát mindemellett a tavalyi NB1B és kieső Füzesabony is bajnoki címeket szöveget, úgyhogy azt gondolom nem lesz könnyű, ellenben nehéz lesz, viszont állunk a kihívás elé. Mint említettem, eddig is nagyon szépen bizonyítottak a lányok, bizonyítottunk, úgyhogy ezt szeretnénk most is tenni.
Mi a hivatalos célkitűzés a felnőtt, illetve a junior csapat esetében? Én azt gondolom, hogy a felnőtteknél mindenképpen az élmezőny, vagy az élmezőny közvetlen közelébe szeretnénk minden nehézség ellenére is végezni. A junioroktól nagy átalakulás történt, ott is meghatározó embereket veszítettünk természetesen, elsősorban azért, mert egyetemre felvették őket, és Budapestről nagyon nehéz edzésre járni és mérkőzésre. Viszont én azt gondolom, hogy szintén a mezőny első harmadában lesznek a juniorjaink is, nagyon ügyesek, fogékonyak, sokan is vagyunk, van olyan edzésünk, hogy 30-an edzünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy létszámban jók vagyunk, és minőségben is egyre jobbak leszünk. A Kolonics György életét bemutató vásárosnaményi kiállítás megnyitóján ott volt Wikman Tamás is. A 9-szeres világbajnok többek között a 2-szeres olimpiai bajnokhoz fűződő kapcsolatáról is beszélt. Ha kezünkben a lapát, akkor segítszett lyupát, erősíts meg a karunk, mert mi győzni akarunk. Ott van minden Kolonics György emlékét ápoló rendezvény, miért tartja ezt fontosnak? Elárulok egy titkot. Amikor nekem volt óriási meglepetés, hogy amikor az iskolájában, budafoki iskolában, ami most az ő nevét viseli, akkor föltett a tanár egy kérdést, hogy kinek ki a példaképe. És a torkom elszorult, mikor ő azt mondta, hogy neki én voltam. Egymás mellett ültünk, és azt hittem, hogy udvarias, de aztán a szüleitől megtudtam, hogy volt egy Wichmann kép, egy nagy ilyen újság címoldal, amin az volt aztán a füzetében és a naplójában azt írta bele, hogy sikeresebb leszek, mint a Tamás. És ezt hála Istennek, hogy sikerült is. Örülök annak, hogy ezeknek a rendezvényeknek részese lehetek, és az ő emlékét úgy ápolhatjuk, hogy mindenki számára értéket képviseljen. Az ő felkészültsége, a hozzáállása, az elszántság, az őszinte munka és siker kívánalmai, ugye ezek mind bejöttek. És minden gyerek számára példaértékű lehet. És azt hiszem, hogy ezt az emléket és ezt a hozzáállást, ezt ápolni kell. És hát, bocsássanak meg, hogy itt vagyok, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy az ő emlékét méltán és méltóképpen tudjuk mindenki számára emlékezetessé tenni. Itt ebben a régióban újraindul a kajakkenu, 9-szeres világbajnoként mit tanácsolna a gyereketek, miért válasszák ezt a sportágat? Azért ajánlom minden fiatal srácnak és kislánynak, mert most már ugye a kenu az teljesen koadikált le, mert ebben elfelejtődik az, hogy ki milyen, a magas, alacsony, kövér vagy nagyon sovány, hanem együtt tudnak valahova menni. Van egy közös cél először, ugye, hogy na most egy bizonyos pontot megjelölünk, oda elvezünk, utána tábortüzet rakunk, énekelünk, beszélgetünk, együtt eszünk, és van egy olyan közös élmény, ami mindannyiunk számára emlékezetes lesz, és követendő. Utána meg természetes, hogy kialakul egy sorrend, és ezt a sorrendet hát ugye kell tisztelni. De ehhez bizony nagyon sok munka, lemondás, áldozatos hozzáállás, és mindenféle olyan dolog kell. De el kell kezdeni, és akkor ezek a gyerekek egymásra is hatással lesznek, a sikerek folytán büszkék lesznek, és egy komoly értéket fognak képviselni. Nagyon-nagyon komoly dolog. Érdemes elkezdeni és belefogni ebbe a sportba. Ön Magyarországon sportától függetlenül legendának számít, úgyhogy nincs olimpiai aranyérme. Milyen ezt megélni már évtizedek óta? Ha gyerekkoromban azt mondják, hogy te csak olimpiai második helyezett leszel, és világbajnok is leszel, az legyintettem volna egyet, hogy hát ez úgysem lehetséges, mert
Nekem volt egy nagyon csúnya gyerekkori autóbalesetem, amiből hát nagyon nehezen, de fölépültem, és mind a mai napig ugye ez gondjaim vannak a csípőmmel, az izületeimmel, de ennek ellenére hát, sikerült ugye ezeket az eredményeket elérnem. Így sikerült. Lehet, hogy nekem ez volt megérve, de valahol tényleg így van, mert 4 olimpián vehettem részt, ebből 2-szer második, egy harmadik, egy negyedik hely sikeredett. És hát amikor egy picit lazában lehetett venni a dolgokat, nem volt az olyan nagyon szigorú a világbajnokságra, vagy Európa-bajnokságra való készülés, akkor általában sikeres is volt. Nem véletlen ez a 9 világbajnoki aranyos. Hát nagyon, erre már igazán büszke is tudok lenni. Széles álló, nagy pofájó, ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!